A pandémia idején sokan kényszerültek otthoni munkavégzésre, ezt hívjuk home office-nak, és hát hogy hogyan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz a tűzvédelem kérdése, Dóka Imrével fogom megbeszélni, tűzoltó főhadnagyjal, örülök, hogy itt van. Kezdjük csókolom, jó napot kívánok! Na igen, tehát home office, otthoni munkavégzés és tűzvédelem fokozott figyelmet igényel, amikor otthon dolgozunk, hogy figyeljünk erre a kérdésre? Kicsit távolabbról kezdeném. Ugye maga a kialakult tűzesetek azért emberi gondatlanságra, figyelmetlenségre vezethetők vissza. Ez nem is kell, hogy ugye szándékosságot magába foglalja, elég, hogyha tényleg néhány percre figyelmetlenül hagyunk dolgokat. Nyilván, amikor sokat vagyunk otthon, akár a otthoni munkavégzés alatt, akkor nem azért vagyunk otthon, mert nincs egyéb teendőnk, ugyanúgy ugye azért csak főz az illető, ne egy Isten, mondjuk a gyerekek is otthon vannak. Tehát ez mind-mind hatványozza azt, hogy a figyelem nem a biztonságra koncentrálódik. Miért mondom azt, hogy nem a biztonságra koncentrálódik? Hogyha tavalyi évet nézzük, akkor 7186 otthoni tűzeset volt Magyarországon, és a leégett területek nagysága azért a 125 000 négyzetméternyi területet érintettek, és nem is kell egyébként nagy tűz ahhoz, hogy mondjuk tragédia történjen, néhány négyzetméteres tűzből feláramló füst is lehet végzetes, és sajnálatos módon 86 ember vesztette életét. Visszakanyarodva az otthoni munkavégzésre, ugyanazok az alapvető szabályokat kell betartani, mint amikor otthon tartózkodunk egyéb módon. Ugye a tűzvizsgálatok azért rámutattak arra, hogy a kiváltó okok között még mindig a nyílt láng használata, a tüzelőfűtő berendezés helytelen használata, a dohányzás, illetve az elektromos meghibásodás vezetett. Igen, és itt csak hogy egy pillanatra a munkáltatóknak az oldalába is, vagy oldalára is gondolva, amikor mondjuk azt kéri a munkáltató a munkavállalótól, hogy most már otthon végezze a munkáját, pont a pandémia kapcsán nagyon sokan erre kényszerültek, akkor a munkáltatónak van valamilyen kötelessége arra nézve, hogy biztosítsa mondjuk akár a tűzvédelmi szempontokból a biztonságot az otthon munkáját elvégző munkavállalónak? Nyilván ez a kérdéskör nem hozzánk tartozik, de alapvető módon magunk biztonságáért magunk felelünk. Én úgy gondolom, hogy hogy valaki nyilván irodai munkákról beszélünk, tehát nem az esztergapadot viszi haza is otthon esztergál, hanem ugye irodai munkákról beszélünk, amely ugye nem úgymond, mondhatjuk azt, hogy kiváltó oka, nem tűzveszélyes tevékenység, de ugyanakkor nyilván az, hogy most mennyire töri meg mondjuk az alaptervezetékét, amely mondjuk zárlat következtében túlmelegedéshez vezethet és tűzesetet vált ki, ez nyilván az egyén felelőssége. Nyilván azokat az alapvető tűzvédelmi előírásokat, hogyha betartja, tehát mondjuk a konyhába nem hagyja felügyelet nélkül a főzést, a különböző vezetékeket nem zárja oda, nem rakja az asztal lába alá. Igen, mert nagyon sok ilyen tűzeset van, tehát hogy megtörik. Ezt úgy tudnám legjobban szemléltetni magát a vezeték keresztmetszete, hogy hogyan változik meg és miért melegszik. Gondoljunk arra, hogy akár egy tölcséres módszert tudnék példaként hozni, vagy akár egy menekülési útvonalat. Ugye, amikor ugyanaz a embertömeg, ugyanazon a menekülési útvonalon próbál kijutni, és ha ezt leszűkítjük, és még mindig ugyanaz az embermennyiség, akkor egymáshoz dörzsölődve, zsúfolva gyakorlatilag a részecskék is így működnek, tehát a részecskék egymáshoz súrlódása következtében következik be a melegedés, amely majd a későbbi tűz kialakulásához vezethet. Mindenképpen ha már említettem azt a számot, hogy tavaly hány otthonban keletkezett tűz, azt nem véletlenül tettem, hiszen megrázók az adatok, hogy a 7186 tűzeset közül csak néhány ingatlanban volt füstérzékelő. Én azt javaslom, hogy azokban a háztartásokban, ahol volt ilyen érzékelő, ott nem következett be sem sérülés, sem tragédia, sőt, magát az épített környezetet is tudjuk védeni, tehát az anyagi javainkat, hiszen sokkal kevesebb fog megsemmisülni. Igen, és itt az érzékelőkre kicsit kitekintve, tehát itt többféle érzékelő beszerelése lehetséges. Van konkrétan szénmonoxid érzékelő, van tűzriasztó,
rendszer, amikor már ugye kialakult valamilyenféle tűzeset, ugye, és azt érzékeli a rendszer. Itt ebbe beavat bennünket, hogy mit érdemes felszerelni otthon? A füstérzékelő az nyilván a tűz elleni védekezést fogja szolgálni, hiszen a legkisebb füst esetén is már riaszt minket jelez ez a készülék, és van időnk még cselekedni, van időnk még a életünket megóvni, illetve az épületben tartózkodók életét megóvni, és emellett meg természetesen mi magunk is meg tudjuk kezdeni a kialakult tűznek az oltását. Nagyon fontos az, hogy ha már sokan vannak otthon, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, mivel lehet oltani, ha kialakul egy tűzeset. Ugye itt akár a konyhában is, vagy akár magában a lakásban, az ingatlanban egy rosszul rögzített kábel, vagy egy alul méretezett vezeték, vagy esetleg, ami mondjuk jellemző még a túlterhelt hosszabbító, elosztó, ezeket az elektromos tüzeket semmi esetre se oltsák vízzel, hanem az áram forrását kell megszakítani, ezt leghamarabb ugye mindenki a fő biztosítéktáblán tudja lekapcsolni, és ezt követően, amikor már áramtalanította magát az épületet, akkor tudja megkezdeni magát az oltást. A másik fontos, hogyha ne adj Isten mondjuk a munkába vele feledkezik, de kigyullad a tűzhelyen felejtett olaj, akkor azt sem kezdje el vízzel oltani, hanem a legkönnyebb és a leghatékonyabb módszer, hogyha az oxigén utánpótlását megszüntetjük, azaz egy fedővel, lábos fedővel lefedjük ezt a kialakult tüzet, és eloltjuk magát a tűzhelyét, vagy elzárjuk. Itt a home office kapcsán sok szakemberrel sokféle irányból lehetett közelíteni a témához, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Mondjuk, hogyha tűzvédelmi okok szempontjából vizsgáljuk a dolgot, akkor mondhatjuk, hogy fontos, hogy legyen egy konkrét munkaállomás, amit csak arra használunk, hogy dolgozunk. És közben ne szakítsuk meg azzal, hogy még elmegyünk főzni, nem tudom én, közben kivasaljuk a ruhát, amíg nem tudom, megírunk egy e-mailt, mert pontosan az ilyen állomásoknak a keverése vagy keveredése az, ami miatt, hogyha elfelejtünk valamelyik munka vagy folyamatban részt venni, akkor történhet baleset, ugye? Tehát akkor a home office-nak ezt a fajta szabályát, hogy egy munkaállomásunk legyen, és egyszerre egy dolgot csináljunk, ezt akkor be kell tartani. Így van, ráadásul pont a napokban én is épp egy langberendezőt néztem, aki tanácsokat adott, hogy ugye a home office kapcsán hogyan lehet átalakítani akár az étkezőt mini irodává. Itt, amikor átalakítjuk akár paravánokkal, akár különböző kreatív dolgokkal, amely ugye a munkavégzésnek a hangulatát befolyásolja, itt mindig azért legyünk tekintettel, és legyünk tisztában azzal, hogy mi vesz körül minket, milyen éghető anyagok, mi az, ami potenciális veszélyforrás jelenthet. Tényleg hajlamosak vagyunk a hosszabbítót, elosztóinkat túlterhelni, ahogy magunkat is, de természetesen most tűzvédelmi szempontból tényleg azzal kell tisztában lenni, hogy mi az, ami körülvesz bennünket. Semmit nem kell másképpen csinálni, mint amikor alapvetően otthon vagyunk, és azokra a biztonsági előírásokra figyelni, amelyek tényleg garantálják az ott létünket, a családunk, rokonunk, bentartózkodók biztonságát. És akkor még egyszer, mert az előbb érintettük, de akkor vegyük sorra, tehát a leggyakoribb tűzesetek otthon, akkor az elektronikai eszközöknek a túlterhelése, vagy nem megfelelő használata, ugye, ami egyik fő ok. Azután akkor igen, a nyílt láng használat, tehát itt a dohányzásra is lehet gondolni. De lehet külön a dohányzásra is, de lehet ugyanúgy a különböző mécsesek, gyertyák használatára. Azért nagyon sokan nem csak az ünnepkörhöz kapcsolódóan használják ezeket a dekorációs elemeket, vagy hangulatjavító, mert mondhatom azt, hogy hangulatjavító elemeket. Ezzel nincs is semmi baj, egészen addig, ha még mondjuk a gyertyák, mécsesek alá például nem raknak úgynevezett hőszigetelt alátétet, amely meg tudja védeni a lakásunk azon környezetét, illetve magunkat is tudjuk mentesíteni a tűzesetektől, hogyha ne egyisten elborul a gyertya, kifolyik a forró viasz, és hagyna soroljam ezeket a dolgokat, illetve a környezetéből azért rakjunk el minden olyan éghető anyagot, amely akár egy függönyt, egy dekorációs elemet jelent, amely mind-mind ugye éghető anyagból készül, és ugye
az is párosul hozzá, hogy ma azért rengeteg olyan dekorációs elemet használunk, akár munkavégzés kapcsán is, amelyek azért nem voltak jelen 40-50 évvel ezelőtt, és sokkal több mérges gázgőz szabadul fel esetleg egy tűzeset kapcsán. Ami még nagyon fontos a munkavégzés és az otthoni munkavégzés kapcsán, hogy ugyanúgy, ahogy az éjszakai órákban a hálószobából kimenekülő utat, így a munkaállomásunk vezető kimenekülő utat se torlaszoljuk el, tehát aktákkal, különböző olyan eszközökkel, székekkel, amelyek mind-mind egy esetleges bekövetkezett tűzeset kapcsán a mi menekülésünket gátolná. Dóka Imre, köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, igyekszünk figyelembe venni ezeket. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.